A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem alapításának 225. évfordulóját ünnepelték az épület grandiózus aulájában. Az intézmény ez alkalomból a 2007-es évet ünnepi évvé nyilvánította, amely sorozatos rendezvényeket jelent majd az év folyamán. Az eseményen Kiss Péter, szociális és munkaügyi miniszter adta át az egyetemi zászlót, majd a világ és a technika gyors fejlődésére emlékeztetett. Majd azt mondta, a Műszaki Egyetemnek nem csak 225 éves múltja van, hanem a mindenkori jövő műhelye is lesz az intézmény. Az ünnepi év egyik legjelentősebb eseménye a mai nap, amikor egyetemi zászlót, kari zászlót avatunk, valamint átadjuk a díszpolgári címeket. Első ízben díszpolgári címet kap Martin Winterkornúr, a Volkswagen koncern elnöke, illetve Habsburg György úr, Magyarország tiszteletbeli nagykövete, az egyetem társadalmi szenátusának a tagja. Az ünnepségen részt vesznek a magyarországi felsőoktatási intézmények rektorai, az egyetemmel kapcsolatban levő vállalatok vezetői, szakmai szervezetek képviselői, gondolok az akadémiára, a Magyar Mérnöki Kamarára. Az egyetemnek soha nem volt címere, tehát a 225 év alatt nem rendelkeztünk címerrel, se egyetem és a kari zászlóval. A címer az egyetem központi épületének középső részét ábrázolja a körben a latin betűs felirattal, valamint a jogarról vett 8 ágú motívummal, ami az egyetem 8 karát szimbolizálja, a kari zászlón pedig az 1936-ból származó jogarnak a jelképei szerepelnek.